Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Szeretném bemutatni a BMO Kft.-nek az alkalmazását, ami a Waze alkalmazás. Ezt iOS operációs rendszeren szeretném bemutatni, tehát iPhone készüléken. Ugye a Waze a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás rövidítést akarja. Hát akkor nyissuk meg ezt az alkalmazást. Ugye az első, ami szembe tűnik, hogy itt egy ilyen hírsáv tárul elénk, és mindenféle hírekkel szembesülünk. Vannak kék színű, kék szalagsávval ellátott hírek, sárgával, most éppen itt pirossal nincsen, de majd a színekről későbbiekben szót ejtek. Tehát ugye rámegyünk egy adott hírre, és akkor el lehet olvasni, hogy miről is szól pontosan, illetve jobb felül található egy ilyen kis térkép ikon, amire rányomunk, akkor lehet látni, hogy az ország melyik területét érintette. Ugye jelen esetben, mivel ez sárga, tehát figyelmeztetés, ugye az ország térképén is sárga színnel jelöli, és egész országra vonatkozóan adott információt. Ez az éppen, ez a hír. De rámegyünk egy kék szalagsávval ellátott hírre, hogy nyugaton szárazok, keleten, blablabla, bla, bla. Akkor lehet látni, hogy itt a térképre ismét rámenve kékkel jelenik meg, és ez is ugye országos jelentőségű nem figyelmeztetés, ez csak tájékoztatás, ugye, mert kék. Hogyha egy hírt törölni szeretnénk, akkor kettőféle módon tehetjük ezt meg. Jobb felső sarokba, ilyenkor a híreknél megjelenik egy négyszög, benne egy ceruza. Ha erre rábökünk, ugye itt látjuk jobb fölül, rámökünk, kijön egy kis behajtani tilos táblahoz hasonló jel, és ha rám nyomunk, akkor ugye kijön a törlés gomb, rányomhatunk és törölve van. Ismét jobb felső ikongomb, és visszaúrik ez a táblasor. Van egy egyszerű módja is a törlésnek. Az ujjunkat bármelyik híren, tehát amelyiket törölni szeretnénk híren, jobbról balra húzzuk el, és akkor is kijön a törlés gomb, ezt megnyomva szintén törlődik a hír. Tehát így lehet próbálkozni, törlés. Ez egy egyszerű művelet, iOS-esek ezt már nyilván tudhatták eddig is, hogy a törlés az így működik minden applikációban. Lent lehet látni ugye a kis sorunkat, hogy események, súgó, névjegy, beállítások, 4-es. Menjünk át a súgóra. Itt tájékoztatást kapunk arról, hogy a program hogy működik, milyen beállítás lehetőségek vannak. Én szerintem egyszerű le van egyébként írva minden szájban ágósan. Egyébként az üzenetek színkódjai, ha már itt tartunk, ugye a kék szalagsávos volt a tájékoztatás szint, a sárga szalagsávos a figyelmeztetés, a vörös az pedig a riasztási szint. Ugye a kék a legenyhébb, a sárga az erősebb, a vörös már ugye legerősebb, mint riasztás. A következő menüpont ugye névjegyek, itt ugye a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatásról beszél, hogy ki a fejlesztő, milyen e-mail címük van, ugye vtr@katvet.gov.hu. Ide lehet egyébként elküldeni az észrevételeket a program használatával kapcsolatosan, fejlesztési javaslatot lehet tenni, hogy hogyan kéne, mit kéne esetleg újítani a programba. Erre mindenkit biztatok, hogy ha észrevétele van, akkor ezt küldje el a vtr@katvet.gov.hu címre, és ott a fejlesztő kollégák nyilván gondot fordítanak arra a javító szándékokra. Ugye a BMOK üzemelteti, minden jog fenntartva. Utolsó menüpontunk a beállítások. Ez egyik legfontosabb ahhoz, hogy helyesen tudjuk ugye üzemeltetni a kis applikációnkat. A beállítások első számú beállítási lehetőség a tárolt üzenetek maximális száma. Itt van lehetőségünk 10, 20 és 30 között választani. Nekem a 30 van, mindenkit biztatok egyébként a többre. Az iOS, tehát az iPhone memóriája elég nagy ehhez, tárhely elég nagy, tehát nyugodtan lehet 30 eseményszámot
tároltatni a készülékben, tehát visszamenőleg elő tudjuk keresni, ha esetleg valami felett elsikkadtunk, és elsiklottunk. A következő az értesítési beállítások. Itt ugye értelemszerűen háromfajta mód van arra, hogy kiválasszuk, hogy tájékoztatás, figyelmeztetés és riasztás, tehát mind a három esetben fogja nekünk jelezni a készülékünk, vagy csak figyelmeztetés és riasztás esetén, vagy csak riasztás esetén. Célszerű itt is egyébként a hármast betenni, tehát a tájékoztatási szint, figyelmeztetési szint és a riasztási szintet egyaránt. A következő beállítás az értesítés hangja. Külön megadhatunk hangot a riasztásnak, a figyelmeztetésnek és a tájékoztatásnak. A default, ha defaultra megyünk, az ugye maga az iPhone készüléknek az alap riasztási hangja. Tehát nem a program, hanem az alap értesítési riasztási hangja. Tehát én azt nem javaslom, hogy azt használjuk, mert esetleg más programnak is ugye ilyen alaphangja van, és összekeverendő a más program értesítésével. Én úgy gondolom, most így a felvételen nem lehet hangot hallani, tehát ne lepődjön meg senki, hogy nincs hang. Ez azért van, mert ugye a felvételen keresztül ezt nem tudom szemléltetni, de a riasztás hangja nálam a szirénán van, az a legerősebb hang, a figyelmeztetés hangja az alerten van, én azt gondolom, hogy az bőven jó hozzá, és a tájékoztatás a pingen van, tehát ilyen alap, csak egyet ilyen pingel. Jó, területi beállítások is nagyon fontos. Van lehetőségünk arra, hogy az ország teljes területén lévő eseményekről tájékoztatást kapjunk. Ilyenkor ugye erre kell tenni a kis pipánkat, és minden egyes eseményről, amit a BMOKF sajtószolgálata kiküld, arról tájékozódni fogunk. A másik mód a kiválasztott területek, ugye itt lehet látni, hogy megyénként egyszerre akár több megyét is be lehet pipálgatni, igény szerint, vagy amerre éppen megyünk, és szükségünk van arra, hogy jelezzen, tájékoztasson minket. A megyéket, ha végig görgetjük, a végén lehet látni a viharjelzőket is egyébként, tehát a viharjelző Balaton, viharjelző Fertőtó, viharjelző Tiszató, viharjelző Velencei tó. Tehát, hogyha oda megyünk, akkor ugye azokat is adott esetben célszerű lehet bepipálni. Nekem jelenleg Baranyán van. És még egy fontos, hogy a végén, tehát hogyha nem azt szeretnénk, hogy megyéket jelöljön, hogy megyéktől kapjuk a tájékoztatást, hanem a saját pozícióhoz közelít, tehát amerre éppen haladunk vagy vagyunk, akkor onnan jelez a program. Viszont ugye ki is írja egy figyelmeztetésbe, ez a szolgáltatás csak akkor működik, ha az alkalmazás fut a háttérben. A háttérben futó alkalmazás nem okoz többletfogyasztást. No, tehát ez tényleg érdekes, mert a programot, hogyha a háttérben tartjuk, tehát nem lőjük ki, nem x-eljük ki a iPhone háttér memóriájából, akkor ez szépen működik is. De hogyha kix-eljük, akkor ugye már nem. Ez megint fejlesztői kérdés, mert az iOS fejlesztésénél lehetőség van, tehát programfejlesztésnél lehetőség van arra, hogy úgy írják meg egy programot, hogy ez a háttérből való kilökés után is adja a szolgáltatás, tehát az értesítéseket. Ezt valószínűleg későbbiekben orvosolni fogják ezt a problémát. A másik azt, hogy azt írja a program, hogy a háttérben alkalmazás nem okoz többletfogyasztást. Ezt valamilyen szinten megcáfolnám, mert okoz. Tehát sokkal gyorsabban a készülék le fog menülni, de ez is programozási fortéokkal ez kiküzöbölhető, hogy kevésbé fogyassza a készülék energia felhasználását. Tehát én ezt azt gondolom, hogy ezt a menüpontot jelenleg még nem célszerű használni, mert persze saját maga dönti el mindenki, hogy mennyire bírja az akkumulátora. Ez egyébként készülékenként is eltérhet. Még azonos készülékenként is. Úgyhogy nálam ez úgy van, a kiáztott területek, Baranya, és így jelez. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ez volt a vész szolgáltatás bemutatása.
Egyébként a vészszolgáltatást, ez a szép szürke szín, a háttérben a BMOK logója, ezt az App Store-ból, tehát az Apple Store-ból lehet letölteni, az iOS készüléken keresztül, vagy iTunes készüléken keresztül számítógépes környezetben. Mindenkinek ajánlom használatát. Fontos lehet ugye egy olyan esetben, hogy egy váratlan hóhelyzet, egy árvízhelyzet, a lakosságvédelmi információkra van az állampolgároknak szüksége, mindenképpen ehhez a programhoz ez egy segítség minden egyes állampolgárnak. Miről még nem szabad elfelejtkezni, hogy ez alapjaiban nem azért jött létre, hogy a tűzoltói beavatkozásokat kimutassa, nyomon lehessen követni, mivel ez csak akkor fog kiküldeni információt, hogy a lakosságnak szüksége van információra, ami ugye védelmezheti őket. Tehát tényleg egy ilyen egy útlezárás, hogyha van egy közúti baleset és útlezárásról van szó, akkor ugye a BMOKF központi sajtószolgálat, aki küldi a programon keresztül a útlezárásról a hírt, és innentől kezdve az állampolgára tudják, hogy na, arra akkor nem szabadna menni. Tehát egy alapesetben egy tűzhöz, vagy ahol nincs lakosságvédelmi intézkedés, vagy nincs szükség információ átadásra, ott nyilván azok a tűzoltói események nem lesznek kiküldve. Tehát ez alapjaiban nem a sajtónak szól, nem a fényképészeknek. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra! Amikor elfog a félelem, amikor elfogy az értelem, amikor nincs már más, csak a jó.